Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Green Cat is Do It Yourself, és hát van akinek a november a bajuszról szól, van akinek a szárazságról, nekünk pedig úgy néz ki, hogy a heggesztésről. Hát ma erről az inverteres Hyundai CO heggesztőről lesz szó, ami véleményem szerint nem más, mint a otthoni heggesztés szentgrálja. És ahogy már az előző videóban is volt, a videó végén lesz egy nyereményjátékunk és egy kuponkódunk. Az előző videóban már beszéltünk néhány szót arról, hogy miért is szükségesek a védőgázok, vagy miért kell porbelesnek lennie a húzalnak, és egyéb ilyen hasonló dolgok, de akkor ismételjük át egy picit. Ugye a heggesztésünkhöz mindenképp kell egy védőközeg, amiben ezt a heggesztést el tudjuk végezni, hogy az oxidáció ne emészze fel a fémünket. Ebből talán az egyik legsterilebb és az egyik legkönnyebb az a CO heggesztés, mert ugye a többinél nagyon könnyen keletkezhetnek ilyen különböző zárványok vagy salakanyagok, amik jó esetben a heggesztés tetején vannak, de hát ugye az is előfordulhat, hogy ez a heggesztésünkbe kerül bele. Viszont a CO-nál ilyenre nem sok esélyünk van. Ami előttünk van, az egy inverteres heggesztő. Én megmondom őszintén, hogy heggesztettem már sokat CO heggesztővel, de az mind trafós volt. És nem gondoltam, hogy ilyen előnyökkel bír egy inverteres heggesztő egy hagyományos trafóval szemben. De hogy miért is van ez a nagy különbség, ezt technikailag egy kicsit elemezzük ki. A trafóval való heggesztésnél az történik, hogy nem tudunk nagyon precízen állítani ampereket, hiszen ott ilyen különböző söntök vannak, ami a amper beállítást ugyan segíti, de nagyon nagy léptékben tudunk csak állítani. Itt abszolút precízen megy ez a dolog. Ez az egyik nagyon nagy előny. A másik, hogy a trafós heggesztő nyilvánvalóan a hálózati áramot egy kicsit megnyírbálja, tehát visszábesik a hálózati feszültség, amikor a trafónak a teljesítménye is visszábesik, és így a kimenő amper elkezd a heggesztés pillanatában csökkenni. Amit ez a gép tud kompenzálni, hiszen ebben egy elektronika van. Állítólag egy 15%-nyi hálózati esést is kompenzál, és nagyon stabilan tartja azt az ampert, amit neki beállítottunk, és ez a heggesztésen az egyik legfontosabb, hogy precíz és mindig állandó amperrel tudjunk heggeszteni. Mielőtt rátérnénk a pontos használati tippekre, azelőtt nézzük meg, hogy ennek a gépnek milyen előnyei és hátrányai vannak. A barkács gépeknél, hiszen ő már azért az ipari és a barkács gépek határán van, a barkács gépeknél nagyon fontos azt tudni, hogy viszonylag kevés ideig használható, hagyni kell neki hűlésidőt. Ő, mivel egy komolyabb berendezésről van szó, sokkal kevesebb hűlésidővel és sokkal több munkaidővel rendelkezik. És ahogy az előző videóban is említettük, ugye a szokásos egy év helyett ez már két év garanciával érkezik, illetve erre már az előzőhöz képest, ugye ez annak a nagyobb testvére, és emiatt már az 5 kilós kábel vagy az 5 kilós húzalt is rá tudjuk tenni, illetve egy ilyen szabványos, cserélhető eurókábellel van ellátva, ami hogyha elkopik vagy bármi történik vele, akkor nagyon könnyen cserélhetjük. És persze az, hogy ez a kábel cserélhető, újabb előnyöket ad, hiszen így négy funkcióban is tudjuk használni magát a készüléket. Tud egy hagyományos NMA heggesztést, ami a pálcával történő heggesztés jelenti, tudja a CO-t, tudja a porbeles heggesztést, és ha a kábelt lecseréljük a megfelelő kábelre, akkor AVI heggesztésre is alkalmas. És akkor most térjünk rá a hátrányokra. Az előző videóban már említettük, hogy az inverteres gépeknek alapvetően milyen hátrányai vannak, főleg a heggesztésnél, ugye ott előfordul vaspor, és előfordulnak olyan dolgok, ami az elektronikának annyira nem hasznos, tehát amit egy általános elektronikával nem követnénk el, azt ezzel se tegyük, úgyhogy ilyen szempontból vigyázni kell rá, nem annyira igénytelnek, mint a trafós változatok. Igen, és hát nem mellesleg, hogyha CO-val való heggesztést végzünk, akkor arra figyelni kell, hogy szeles helyen nem lehet CO-val heggeszteni, hiszen a védőgázunkat elfújja a szél. Illetve egy fontos dolog van még, hogy egy picivel nagyobb azért, mint a kisebb testvére, tehát emiatt a szállítása egy kicsivel nehezebb. Most pedig rátérhetünk a videó talán egyik legfontosabb részére, mégpedig a használati tippekre. Nézzük át először is a kezelőfelületet, ami annyira azért nem bonyolult. Három dolgot találunk rajta. Az első egy kapcsoló, ami az MMA és a MIG közötti választást teszi lehetővé. A következő az az amper állító tekerő, a harmadik pedig a húzaladagoláshoz való tekerő. Na most erről a két tekerőről két dolgot fontos tudni. Az amper, az tulajdonképpen, ha nagyon-nagyon leegyszerűsítjük, akkor minél nagyobb ampert adunk, annál jobban fölmelegíti az anyagot. Nyilvánvalóan a vastagabb anyaghoz jobban melegítenünk kell, a vékonyabbakhoz nem kell annyira, hisz akkor átjukad az anyag. A húzaladagolás pedig a belevitt anyag mennyiségét fogja meghatározni. Nyilván, ha ez túl sok, akkor az sem jó, ha túl kevés, az sem jó. De nézzük meg a gyakorlati tapasztalatokat, és hogy mit veszünk észre akkor, hogyha hibázunk.
Nos, hát alig vártuk, hogy magát a készüléket kipróbálhassuk, és a tapasztalatok elég jók. Hiszen már első körben azonnal tökéletes varratot tudtunk vele csinálni, alig kellett rajta valamit állítani. De nagyjából 4 kategóriába sorolnám, amilyen hibákat ezzel lehet véteni. Az egyik, amikor túl alacsony a húzaladagolás sebessége, és ezáltal megszakad a varratunk, ilyen felületen képződött kis bogyócskák lesznek, és igazából heggesztésre alkalmatlan olyankor a készülék. A következő hiba lehetőség, amikor túl sok heggesztő húzalt adagolunk, ekkor heggeszteni lehet vele, de viszonylag púpos lesz a varratunk, szinte nem tudjuk hova tenni ezt a fölösleges fémmennyiséget. Aztán van még az az opció, amikor nagyon kevés amperrel próbálunk heggeszteni, az anyagunk kívánná a hőt, kívánná az energiát, de nem tud beleolvadni a varrat, és a felületen csak a tetején lesz, ez nagyon könnyen letörik, és rideg varratokat eredményez, ami nem jó, hiszen nem lesz jó kötésünk. Van még az az opció, amikor túl sok ampert alkalmazunk, ekkor maga a fém megolvad, benyeli az összes varratot, akár ki is lyukad, na hát ez aztán rémcsúnya dolgokat tud okozni, úgyhogy arra is vigyázni kell, hogy ne legyen túl sok. De ez némi próbálgatással nagyon könnyen eltalálható, és igazán tökéletes varratokat tudunk csinálni. És akkor már csak egyetlen egy fontos dolog van a használatához, mégpedig a karbantartás. Mit kell elkövetnünk egy ilyen géppel, hogy megfelelően karban tudjuk tartani, és hosszú ideig használni tudjuk? Hát a legfontosabb, hogy a heggesztés az legközelebb, ez a gázterelő kupak van, amelyben a heggesztés salakanyagai repülő szikrák beleragadhatnak. Erre külön spray kapható, amellyel befújjuk, és aztán kevésbé fog ez beleragadni, kihullik belőle ez a szennyeződés, de ezt időnként persze ki kell takarítani. Van még benne egy áramátadó, amely viszonylag egyszerűen szintén cserélhető, ez időnként elkopik, hiszen ebben csúszik a húzal, itt kapja az áramot, és ezt néha nem árt cserélni. Ez a heggesztés minőségén azért néha már látszik, ha ez nagyon ki van kopva, nem egyenletes a varratunk. De egyébként a gázon kívül szinte semmi más nem igényel a készülék. Vigyázzunk rá persze, hogy sok fénypor ne hulljon bele, mint erről már beszéltünk, de CO-gáz és heggesztő húzal kell, és innentől mehet. A videó végére pedig egyetlen dolgunk maradt, hogy beváltjuk az ígéretünket, amit az elején tettünk. A videó leírásában találtok egy linket, és mellette egy kuponkódot, amit november 14-ig beváltva kedvezményesen juthattok hozzá egy ilyen géphez. És továbbra is arra biztatnánk mindenkit, hogy csatlakozzon a Zákány Szerszámház Szerszám klubjához, hiszen ott elsőként lehet értesülni a Black Friday ajánlatokról. És hogyha november 14-ig csatlakoztok ez a Szerszám klubhoz, akkor egy automata fejpajzsot is nyerhettek. Ennyi volt mára, ezt szerettük volna mutatni, reméljük, hogy tetszett, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!